Na halihó, sziasztok, Babics Laci vagyok, heti vlog 42, és szerda van. A héten munka volt, holnap munka lesz, hétvégén nem lesz egyedül munka, addig melózunk végig. Igazából egyelőre nincs olyan semmi, most egy forgatást szervezünk, ami itt lesz Debrecenben, amiből nem tudom, hogy láttok-e majd, ezen meg kell beszélni a rendezővel, de ilyen pillanatban forgatás szervezésben vagyunk, plusz az új videókat tervezgetem, hogy mikor és hogy jöjjönek ki. Ugye előző videóban már volt róla szó, de vettem új telefont, itt a gyönyörű szép új telefonom, ha kitöröm az értesítéseket, meg is mutatom, hogy itt van szegényke, és ahogy felülről már látszik is, egy iPhone 15-öt vásároltam. Kérdeztétek már, lesz-e róla videó? Nem. Nem fogok az iPhone 15-ről videót csinálni. Valamint új kamera! Nyilván új kamera. GoPro 11-en minimet eladtam. Miért? Mert nem tudtam igazából mire használni. Tök jó ötletnek tűnt, tök jó kamera volt igazából, de hogy rohadtul nem kellett senkinek. Miért? Mert nincs rajta kijelző, és nagyon szenvedésbe állt, meg egyéb ilyesmi, és utána, amikor elkezdesz rögzíteni vele, nem látod a kamera képet. És ez rohadt idegesítő volt. Úgyhogy új kamera, DJI Osmo Action. Az eredeti. És hát nézzük, hogy milyen. Ez 4K50 D-Cine-like, és az alábbi ábrából, ahogy látom, eléggé késik a kép. Fú, nagyon sokat késik, mindegy. Nem is az a lényeg, van új kamera, tök jó, tök fancy, amit láttam felvételt, az jól nézett ki. Most ilyen full automatában van, de amúgy van hozzá, van egy rendes szűrőszettem is hozzá, van hozzá még plusz aksim is hozzá, úgyhogy tök király. Valamint az előző videóban szerintem nem volt róla szó, sőt biztos vagyok benne, hogy nem volt róla szó, de a szalcsin, amin voltam, ott sikeresen eltörtem a Sigma FP-met. Ja, eltartom egy szinte vadonatúj kamerát. Hogy sikerült eltörni? Megmutatom. Ez egy 5D Mark III, itt van ám javításra, úgyhogy ez nem a Sigma FP, de hogy nem tudom. Ugye kinyitottam belőle rajta az aksi fedelet. És ahogy az alábbi ábrában is mutatjuk. És nem akart kijönni belőle az aksi, mert hogy meg volt tagadva. És ütöttem, és egy kicsit bezárodott az aksiajtó, és ráütöttem az aksiajtóra. És sikeresen letörtem, mert hogy annak nem levehető az aksiajtója, mint például egy 5D Mark III-nak igen. Úgyhogy sikeresen letörtem az aksiajtót, és superpowerrel sikeresen vissza is ragasztottam, úgyhogy most megint faszántosan üzemel. A héten amúgy igazából szerintem semmi nagyon érdekes dolgot nem fogok sajnos csinálni, az biztos, hogy forgatni fogok. Közben készül az új videó a Blackmagic 2.5K-ról. Tök szép, tök jó, még mindig imádok a 2.5K-val dolgozni. Annó sajnos ugye nekem, most annó nekem volt egy, és sajnos eladtam, méghozzá, amúgy szarért úgy adtam el, és meg volt hozzá még a gyári napellenző, meg a gyári tápegység is. Eladtam, mert hülye voltam, és nem értettem hozzá is. Azt hittem, hogy ez egy fos kamera, de ne, ez egy nagyon jó kamera. És valakinek rohadtul hiányzok közben. Dr. Kuti István. Na halihó, sziasztok, Babis Laci vagyok, és ma főzni fogunk. Miért fogunk főzni, zsáksz? De miért rángatom el mindig a kamerát, amikor főzőcskétek? Mert ritka eset. Nem igaz. De hogy? Azért, mert én gondolkoztam azon, hogy csinálok egy ilyen kis főzős műsort. Hogy ilyen kis főzőcskézés, meg ilyesmek, hogy nyilván én kurva nem értek a főzéshez, mennyire nem értek? Itt a gofri és a szakácskönyvem. Szóval nem értek a főzéshez, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor csináljunk egy ilyen kis főzős hát csatornát, igazából egy külön csatornát akartam csinálni, hogy ilyen főzőcskézés téma, viszont ugye itt vannak a nagy kamerák. Red, a másik Red, Sigma FP, Zéken, meg ilyesmi. És tök jó kontentet lehetne belőle csinálni, mert hogy érteni értünk a videózáshoz, nyilván lett volna segítségem. És így van egy nagyon jó barátom, Josh, akinek már volt egy ilyesmije, nem mondhatom el a nevét, mert levágja a faszomat. Úgyhogy gondolkoztam, hogy akkor főzzünk. Csináljunk egy ilyet, tök király lesz, hogy kapok egy random kaját,
Fogom, és én, mint egy idióta, fogom és megcsinálom. És nyilván ezzel tanulok is főzni, kontentet is gyártok, tök fancy lesz. Azt én elmondtam ismerősöknek, és akkor ismerősök így mondták, hogy jaj, hát tök vicces lenne ott balfaszkodnám, még ilyesmi, és ez tök vicces. Én jártam, de én nem akarom, hogy azért röhögjenek rajtam az emberek, mert vicces vagyok, azért nézzenek, mert hogy balfasz vagyok, hanem hogy, mert hogy tök jó buli, hogy én ezt élvezem. És így átmondja, jó, nem, nem, de néha akkor így lesz főzőcskézés a videókban, úgyhogy Valdor csirkemell lesz, nyilván csípőszószos pipicici, nyilván rizsával, mert máshoz nem nagyon értek, szóval hogyha valakinek van valami jó receptet, azt leírhatná. Úgyhogy első dolog, felbontjuk, mert már pár napja vettem ezt a csirkét, és felbontjuk, és megnézzük, hogy jó-e. Ha nem jó a csirke, akkor a hűtőben lévő akciós bernert fogom megenni. Kezdjük. Yeah. Szóval az elején volt egy ilyen kis hezitálás, mert hogy kibontottam a húst, megszagoltam, és így ez a jó ez. Úgyhogy volt egy ilyen kis telefonos konzultáció, hogy jó ez. Úgy néz ki jó. Plusz nincs itthon olajam, úgyhogy vajon pirított csirkemell, kurva gurmé. El nem tudod képzelni mennyire. Úgyhogy ja. Utána felrakom a rizset, meg ilyesmi, úgyhogy most készül a szósz, a beszósz. Biztos nagyon finom lesz. Pont olyan hangja, hogy nagyon finom lesz. Pozsolikom, oregano, minden lófasz megy bele. Főzőműsort csinálni, hogy nem iszunk. Nem tudom. Vagy nekem az ivás, meg a videókészítés, meg ilyesmi, ezek nem jön össze, de hogy csináljunk ilyen, kell egy ilyen főzős csatornát, ahol csak simán ott vagyunk, mondjuk Josh, meg Dávid, és főzünk. Ez a három büdös paraszt, meg közben sztorizgatunk. Ez biztos kurva jó lenne. Megmondom az őszintét. Szombat van, és ugye a szombat nekem mindig arról szól, hogy csinálok valami érdekeset, ha nem dolgozom. És ma így is lett volna, és kimentem derecskére a családhoz. Viszont nyilvánvalóan van egy
kamerarendtel cégem, és természetesen fel is hívtak, hogy szeretnénk bérelni. Mondom, basz meg. Úgyhogy vissza kellett jönnöm Debrecenbe, a családban nem tudtam sok időt tölteni. Főleg azért nem, ez azért nagy probléma, mert hogy úgy lett volna, hogy videózok egy kicsit kint a recsmén. És vittem ki magammal a kamerát, meg minden, de nem jött össze. Viszont két hét múlva forgatni fogok a Reddel, a Scarlett 5K-val. Viszont voltak ilyen memóriakártya problémái, úgyhogy most egy kicsit tesztelgetni kell, úgyhogy mi más tudunk csinálni, kirakjuk egy kicsit timelapse-ezni. Úgyhogy jöjjön egy kis Red Scarlett 5K timelapse. Hajrá! Éppen fűzőcskézek, és gondolkoztam, hogy mit kéne csinálni, hogy mondom, hogy kicsit izgalmasabb legyen. És megcsináltam a timelapse-et, ugye remélem nagyon szép volt, nagyon örülök, hogy tetszett. És így úgy voltam vele, hogy egy kicsit jobban meg kéne terhelni a Redet. Mivel lehet megterhelni a Redet? Nyilván az, hogy nagy felbontásban sok kép. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor lassítsunk egy kicsit, és akkor tök király lesz, ha lassítunk egy kicsit. És ugye vacsorára mákos laskát eszek. És úgy volt, hogy főzzük tésztát, és mondom, akkor egy kis buborékozó vizet kéne lassítani, mondom, tök fasza lesz. De hát ugye nincs elég fény hozzá, és mondom, tök király lenne azzal, hogyha valaki egy olyan lakásban élne, akkor azt csinálom, amit akar. Úgyhogy az egy 1000 wattos lámpa, ott van hozzá a pulton a dimmer, és Red Mysterium a dobozában van. Ez egy Red Scarlett, ugye Dragon szenzorral, és most 2K 300 FPS. Nézzük. És természetesen pár kis idő videózás után egyből dobja is a hibát. Úgyhogy sikeres volt a teszt. Sajnos ez a 480 gigás mini meg sajnos hibás. Nagy kivételes berakás után viszont elkezdett forogni. Úgyhogy nézzük, hogy csinál. Szerintem azért kicsit fontos hozzátenni, hogy hát nem volt itt honlaska tésztra, úgyhogy mákos fodros nagy kocka lesz a vasara. Ez sajnos igen. És szombat este van, és ilyenkor mint minden rendes ember megyek bulizni. Nem, nem igaz, hanem megyek a városba, találkozok Csors barátommal, mert hogy közös barátunk Erik játszik a Genius-ba, és meglátogatjuk, és elviszem a Sigma FP-t, és megnézzük, mit tud. Ilyen szituációban még nem volt használva, úgyhogy kíváncsi leszek, de az iPhone 15 szarul néz ki.